Szervusztok, szép jó estét, üdvözöllek benneteket a Subnautica Below Zero-ba. Hát folytatjuk, amit tegnap abba hagytunk, egészen pontosan majdnem onnan folytatjuk, ugyanis tegnap sikeresen úgy kikapcsoltam a játékot, gyerekek, hogy semmilyen mentést nem csináltam. Tehát tulajdonképpen a tegnapi egész játék úgy, ahogy van, elveszett a, ment a levesbe. Úgyhogy most az elmúlt másfél óra alatt nagyjából behoztam azt a lemaradást. Hát előről elkezdtem az egészet, és körülbelül ugyanezen az útvonalon ugyanannyit megpróbáltam elérni, hát gyerekek, majdnem sikerült. Majdnem ugyanott vagyunk, éppen most fogjuk megkapni majd a házépítő eszközt. Na szóval, egy picit egy lépéssel vagyunk hátrébb csak, de ez nem sok. Minden más az ugyanúgy megszereztem meg egyéb. Egyáltalán egy különbség van, hogy amikor oda mentem a Rakétaszigethez, akkor ott, hál' Istennek, most kivételesen nem a annak a teherhajónak a akváriumát sikerült felszkennelni, hanem a csikóhalat. Most kivételesen az dobta oda véletlenszerűen, és a akváriumnak egy elemét sikerült megtalálni. Na, szóval tehát körülbelül ez a helyzet. De most fogjuk megkapni majd a házépítőt. That's... What is happening down there, Goodall? I would ask your colleague, only he disappeared. I... Silence! Where is the other one? Here, sir. If you mean to make Vice President manage your people. Yes, sir. What is this, Pierre Cui? Vice President Young? Sir, if I could just... He's gone. Sam, I'm sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. I'll try harder. I have to go. Ups, ez mi? Wow, nézzenek oda! Szörnyek a láthatáron! Ha jól emlékszem, itt találtunk lítiumot, ami... Mondjuk nem ártana. Egy kevés. Só. Meg van a lítium, egy darab már van. Jó, hozzátok még a frászt az emberre. Ha lehetne rendesen. És közben megjött a házépítő eszköz. Ez az egyik új bio, ami a két update-tel előbb jött be, azt hiszem. Valahogy így. Na jó, egy kicsit most kezdem magamat összeizélni. Na szóval. Egy kis össze is zavarodok. De van lítiumunk, és megtelt az eszköztár, úgyhogy megesszük ezt az egy gyümölcsöt. És megyünk akkor, most mennyi elég lesz? Ő, de jó messze van. Érdekes a renderelés a Unreal Engine-nek, még nincs optimalizálva. Olyan dolgok látszódnak, amit nem kéne látszódni. Mondjuk ilyen hiba volt azért a Subnautica-ba is. Ott például az általunk épített házaknak az ablakai voltak ilyen érdekesek. Oh. Állj meg, ezüst! Ne gurulj! Kell az ezüst! This is Vesper calling all contractors planetside. All Terra has updated mission objectives. Please study your individual briefings. Remember, failure to deliver on objectives will result in payment deductions ez and or your removal from the planet. Egy rossz renderelés. Na, szóval megvan a... Ajjaj, nem tudjuk hova tenni. És hogy hát megiszunk egy vizet. Az a biztos.
Megvan a ház építve. Prima. Na, akkor legalább mehetünk vissza egyelőre a kis kunyhónkhoz. És újból felépítjük a bázist, amit előző rész végén csináltam. Hello, Atesz! Örülök, hogy itt vagy. Illetve meg kéne nézni, mi kell a hajóépítőnek a készítéséhez. És nem megnézni, mi kell a csikóhalhoz. Egyelőre vízünk is van bőven. És sikerült nem megölni most a karaktert kivételesen. És hogy annyi a difi, hogy kicsit más helyre érkezett, ugye mindig egy picit random helyre érkezik. Ó. Na nézzük, mi kell a... ehhez. Ó, még nem jó, hordozható jármű készítő, még ismeretlen összetevő. Ó, de kár. Azt mondja, felszerelés, szerszám. Ó, van egy ásványdetektorunk, elem titán kell hozzá. Csináljuk meg. Ó, nem tud, nem föl tudtuk venni, jó, prima. Ásványdetektor, a lámpa helyére betesszük. Jó, kajám is van, vizem is van. De sok nyersanyagot kéne ledobálni. Valahova. Igen, igen, csak tele vagyunk. Hát kénytelen vagyok még egy tárolót készíteni. Hogy el tudjuk helyezni valahova ezt a sok cuccost. Teszünkből, ami többiben nincs, hogy ne legyen egy kavarodás. Ezekben azt hiszem titán van csak, ami jó, tehát csak titán. Jó. You have built me a new vessel. How? What kind of vessel? Testet akar, testet, gyerekek, testet. I can't help you if you don't tell me. Which data formats do you accept? Words, mostly. I've added the information to your data bank. Thank you. Listen, I need something to call you. We do not use words that way. I used to have a pet barwol. I called him Ketchup. Don't make me name you two. You may append my seed code to the species designation. Az alien, alien. L-N. I waited my whole life to meet a space fair. Úgy értem, ez az alien, vagy L-N. You're telling me your name is Alan? Alan. Is it insufficient? No. No. Alan. Tehát látjátok, itt írja ki, hogy itt ér véget a sztori maga. Tehát a sztori rész az itt ér véget. Ennyi. Készült el, több nem sajnos. Egyelőre. Tehát tulajdonképpen a történet nem folytatódik innen, ellenben még egy csomó mindent csinálhatunk, tehát mi magunk még tudunk vele játszani, azért mondom, hogy még egy két-három részt tudok belőle kisajtolni körülbelül, és hát kéne felfedezni dolgokat, ellenben, na nézzük, kicsit fagynak a dolgok, hű, mennyi épületet tudunk csinálni, ez jó, ez jó. Napelem, ez igetelőegység. Wow, wow, wow. Itt van a elemtöltő, ez szükséges. Módosító állomás, és jó. Hát akkor az lesz tényleg, hogy csinálunk egy bázist, úgy, mint legutóbb. Viszont nincsen kristályom. Nincsen kristályom. Jó, ezt csinálunk még elemet, mert egyelőre kevés az elem. Hello.
Akkor lesz hely a tárolóba. Jó, lesz itt hely, és ezeket ide szépen el tudom dugni, ami nem kell. Jó, és túl sok az eszköz nálam, meg a víz, meg ilyenek. Megnézzük, hogy félre még ebbe a tárolóba raktam itt az élelmet. Ó, egy vizet el tudunk dugni. Jó. Egy vizet megiszunk. Nánk. Jó, oké. Elemlámpát is kipakoljuk, illetőleg az elemekből is kettőt. Lehet a víz is. Ez is jó. Oké. Akkor jöhet a kristályt kéne keríteni. Tehát quartz kristályt, mert az elfogyott. És bizony fog kelleni nekünk ahhoz, hogy napelemet készítsünk, sőt ugye bejáratot. Úgyhogy és nekiállunk kristályra vadászni. Sőt, hát van nekünk egy szkennerünk, ugye? Hát egyelőre nem igazán érzem, hogy segítene. Ó, a francba. Szkennelünk, amit lehet mindent. Hello, aki nem mondom, gyerekek, fáradt vagyok. Extra Energy. Hello, Fülöp. Valamikor nem akarok Fortnite live-ot. Nem, gyerekek. Fortnite-ot az életben nem akarok, ne haragudjatok. Az kimondottan nektek, gyerekeknek valók. Én... Oh, francba! Jó, megint nem odafigyelek, ahova kell. Na, erről ennyi, gyerekek, látjátok. Fáradt vagyok, akkor nem odafigyelek, ahova kéne. Jó, tulajdonképpen megvan mindenünk. Nagyjából ugye erre haladtam. Aztán itt föl. De hol? Merre? Megvan. Itt valahol itt lesz a holttest. Éppen itt szkenneltem ezt a vörös gyomot, úgyhogy... Ó, ez a tolvajga itt van. Szerintem nem sok minden pocsanhatott ki a hullából. És persze kajálni kéne. Hát kéne találni még kristályt, de biztos fogunk. Thank you.
még nem elég. Az is biztos. Megvan. Tehát ezt csipogni kezd, akkor tulajdonképpen itt látótávolságon belül kéne lennie. És van. Egész szépen. És nehogy ez a... Na, az a görcs. Az a görcs már jön, hogy ellopja. Hogy mész innen? Menj innen. Tűnés. Ha, szóval elviszed, mi? Kis pimasz. Oké, levegő. Na. Hello, Ogi! Örülök, hogy itt vagy. Ó, még kicsit nem is szkenneltem le egyébként. Csak nagyot. Na, ugorj már föl. Nem muszkálunk a jégen, mászunk a jégen. Ó, pingling. Pici pingling. Még kristály kellene, mindenféleképp. Minden más anyagból úgy nagyjából elég jó el vagyok keresztve most. De kristály az jobban kellene. Ó, ide nem megyünk le. A kis majmok vannak itt. Meg is van. Aranyos ez a két kis kütyű az elején, hogy mozog. Ó, gravi. Akármicsoda, csapda. Na már jönne lopni, nézzetek oda. A kis mocsok. Hol vagy, banda? Ó, megvan. Prima. Most már szerintem lesz elég kristályunk. Ahhoz, hogy alapbázist létrehozzunk. Nagyjából. Jó, mehetünk is akkor így vissza. Magnetitet kéne meg találnunk, az nagyon fontos lesz még. Na, nyomás vissza akkor. A végén több is lesz, mint kéne. Hello, Scrappy! Örülök, hogy itt vagy. Ez a viharok öreg anyja megjött. Még a hang is szakadozik tőle egyből. Ezt elmegyünk, építünk egy bázist a rakéta sziget közelébe, hiszen ott rengeteg különféle nyersanyag van. Érdemes oda elmenni ezért. Sőt, megeszünk inkább, nem. Ezeket vissza, 75-öt ad. Oké. Illetőleg az a jégcsapos akármilyen élelem az nagyon hatásos, úgyhogy. Egyelőre, jó. És viszünk rezet. Jó, és még titánt.
Nem, hanem ki akarom venni, így. Jó. Tehát nyomás a szállító rakéta sziget felé. Bázis építés gyerekek első fokon. Hello, Olga! Én is most újra kezdtem, éppen ecseteltem az elején, hogy úgy hagytam abba tegnap a játékot, úgy kapcsoltam ki, hogy nem volt mentés. Tulajdonképpen semmi, tehát pedig az eleje semmi nem maradt meg, úgyhogy most a live előtt másfél órás egy nagy rohanást rendeztem. Ugyanoda értem el majdnem, én nagyon picivel maradtam csak el. És annyi a szerencsém, hogy első járműnek nem a teherhajónak a akváriumát sikerült leszkennelni, hanem a csikóhalat. Ellenben viszont nincsen meg még a járműépítő, úgyhogy még ez még arrébb van. És itt kéne följebb jönni. Olyan pont kéne, ami ránylag magasan van. Azt hiszem ez a pont elég jó lesz. Ólom kell majd. Szóval 3 méteren vagyunk. Hű, jó van. Csak éjszaka az a baj. Nincs még szinkron hozzá, úgy látom. Érdekes, hogy megnézzük mindjárt pontosan, amiről is beszélgettek. Power restored. All primary systems online. És tudunk még egyet rakni, jó? Csak azt nem tudom, hogy titán maradt nálam. Hát, csak 3 darab. Welcome aboard, Captain. Na, így mi? Titánra szükségünk lesz, mint alapvető építőanyagra. Vissza kell mennünk a bázisunkra. Energia az jó lesz. Úgyhogy visszamegyünk még nyersanyagért. Mondhatnánk, kicsit átköltözünk ide. Hogy van a fogam? A fogamnál sehol sincsen, mert ki van húzva. A helye viszont azért már kezd helyre jönni. Ellenben annyi fájdalom csillapított veszekbe, hogy lassan attól ezek rosszul. Mai nap kivétel, mert mai nap
Egyelőre csak két fájdalomcsillapítónál tartok, és úgy tűnik, hogy ma estére nem kell, legalábbis egyelőre. Aminek örülök, már kimondottam. Wow, jó nagy vihar van, jó nagy vihar van. Bizony le kell majd merülnünk mindenhova, mert nincsen meg a... Ez a hajóépítő. Abból csak egy elemet sikerült eddig találni. Nem, egy. Úgy. Jó. Üveg. Letolunk egy-két üveget. És megnézzük, hogy mi kell a... ehhez. Titán 2, réz 2, kvarc 2. Jó. Réz 2. Kvarc 2, és akkor utána szépen átköltözünk oda. Így, hát ezt nem helyette majd valami mást. Mondjuk arany, mindegy, tulajdonképpen mindegy, majd szépen áthozunk mindent. Tudom mi. Hogy fogom megtalálni most a bázist? Megvan a bázis. Na hát, egészen érdekes. Most már van energia, úgy látom. Na, hogy zenét szól, jó van. Szól a Digi, gyerekek. Ezt az üveges, az nincsen meg. Pedig ott, na mindegy. Egyelőre nem lesznek feliratozva, mert szerintem ennyi volt. Egy titánt tudunk csinálni. Illetőleg üveg. Némi üveg nem ártana. Már nincs több üveg, úgyhogy ennyi. Ezt viszont tudunk egyet csinálni. Szépen elhelyezem itt a bázis alá. Hol is vagy? Itt vagy.
Oké. De hülye hangja van, ahogy ezt csinálja. És rengeteg nyersanyag van itt a közelben, úgyhogy át kéne hozni az élelmet. Teljesen. Jó, nem vissza... Jaj. A halat akartam megfogni, de most már mindegy. Gondoltam rád... Most már nekem is jobb, csak... antibiotikumot szedek rá. Begyulladt. Most ez szépen lohad lefelé. Úgyhogy... Türelem, nagyarán türelem, tehát... Illetve azt mondottam el, hogy többféle fogkrémet kipróbálok ilyenkor, mert nem mindegyik egyformán jó. És a blendemedet nagyon kedvelem, de olyan erősen, erőszakosan erős mentol van benne, hogy erre a nyitott sebre nem jó, mert valami őrült rosszabb, mint a szétmarnák savval a számat olyan. Viszont egy Amodent ilyen herbál, az nagyon kellemes, de azt behagytam a munkahelyem. Itthon meg csak a blendemed van, úgyhogy olyan finoman mostan most este fogad gyerekek, ahogy csak illik. Jó, tehát tulajdonképpen át kéne hozni most már mindent. Szépen oda-vissza fogunk járgálni gyerekek. Illetőleg mindjárt kell csinálnunk egy elemtöltőt is, mert le fognak merülni az elemeink. Úgyhogy gyorsan körbenézzünk némi titán után, mert biztos, hogy kell hozzá. Illetőleg van ugye, tudunk csinálni akár processzort is, vagy mi az a chipet. És széles sávú nyomozást kell folytatnunk majd. Ugye létre kell hozni egy szkennert is, egy bázis szkennert, mert szkennelnünk kell rongyzsdarabokat. Hogy meglegyen a bázis, a hajóépítő egység. Ezt a bázist talán lehet nem is csinálom nagyobbra. Marad így ekkora. Egy fenéget úgy is bővíteni fogom. Tehát teljesen mindegy. Wow. Nemes fém, bemegy még ide az ion is. Másik vegyelőre ilyen vegyes dolgokat pakolunk. Aztán elmegyünk, nézzünk némi titánt. Jé, kristály. És most nem kellett szkenner sem. Ez mi a bánat? Valami rája fajta? Az. Akkor növényevő. Jó van. Sebes mozgású rája faj, alacsony hőmérsékletű környezethez adaptálódott. Értékelés, növényevő. Ártalmatlan. Ugye, arról volt szó a Subnautikában, hogy minden rája az növényevő. Ó, ez az, ez az, ez kell nekünk. Hordozható járműkészítő. Pont ide építettem fölé a épületet. Nagyon zsír. Ó, inni kell, enni kell. És a levegőről se feledkezzem meg. Érdekes szörnyek is vannak ám itt. Na ez a... Érdekes módon... teherszállító hajónak mondta, de én csikóhalat
szkenneltem le belőle, legalábbis azt a képet rakta ki hozzá. Majd mindjárt megnézzük, lehet, hogy átver minket a játék. 30 seconds. Jó. Közel vagyunk 50 méterre a felszín. Ó, ó, itt a másik darab. Hát sajnos ez a folytogató köhögés egész nap rajtam volt, valamire allergiás lehetek. Mert szó szerint sajnos rohamokban jön. Rohamokba tör rám is, eléggé kellemetlen. Ez egy teherszállító hajó akvárium modell. Modul. Még ahhoz egy kéne. Olmot kéne találni már végre. Olmot nem találtam még egy darabot se. Tehát... Hát mondjuk van lítiumunk. El kéne hozni ott, ahol hagytam, ugye? Jó, van még helyünk. Úgyhogy szépen összeszedjük magunkat, amennyire lehet. Teher szállító hajó. Lehet, hogy nem a csikóhal mégsem, csak azt a képet tolta ki nekem az arcomba valamiért. Pedig van róla kép, normális, tehát ezt meg tudták csinálni. Majd lemegyünk oda. Majd lemegyünk. Na most akkor csinálunk egy pár tárolót. Welcome aboard, Captain. Ha felrakunk ide egy hangszórót, az is szólni fog. Ennyi. Így most már sztereóban vagyunk, gyerekek. Annyiban jobb, hogy látjátok, nem kell újból nyomnom, hogy mit akarok csinálni. Meghagyja az előzőt. Tehát addig tudom tolni, ameddig szeretném. Na mondjuk legyen a réz. Elektronika, inkább úgy mondom. Jó. Azt mondja nemes fém. Oké, nem, titán, például, jó, elektromos, akkor ebben a rész lesz, ehhez most hozzá tartozik még, jó, titán, szintetikus, és az üveg. Oké, a nemes fém, akkor elektromos, bemegy a réz. Teljesen. A nemes fémeket kipakoljuk innen. Jó, az átjön ide. Oké.
a titán ide. Jó a dal. Jó, azt mondja, a szintetikus dömdöröm. Mi van nálam, mert mondjuk legyen növényi. Jó. Oké, megyünk vissza a többi holmiért. Jaj, nem. Hogy kell ezt csinálni? Kábel, réz, titán. Mennyi titán kell? Egy. Jó. Tesszük az elemet tölteni. Prima! Jó, hát akkor megyünk vissza a többi cuccért. Szépen áthozunk ide mindent. Na nézzük, mit ragadtok. Szerződjön az jó, igen. Megszoktam a... Tehát ilyen helyzetekben ez a herbál fogja elég jó. És feltölteni is egyben egy kicsit. Azzal nincsen problémám. De mondjuk a Blendameddel sem, ha nincs ilyen sev a számba, tehát egyik kedvencem. Ott volt a járműkészítő, így van, majd meg lesz szerezve úgyis. Egyről rácuccolok, aztán még úgyis nekiállunk kóricálni, lesz mindenünk. Szó szerint nagyon sok anyag, nyersanyagunk van, és építünk egy szkennert, kicsit könnyebb lesz akkor rátalálni, illetőleg magnetitet kéne találnunk, mert mégis nem sikerült, hogy magnetitet találnom. Van a lítium. Jó. Nem. Üres, jó. Ez az. Jó, és akkor hozunk még el vizet. Tehát itt kiürítettünk már majdnem mindent. Jó. Így most már van bőven mindenünk. És akkor építünk egy szkennert, szkenn szobát, és keresünk ugye roncsdarabokat. A gyerekek, ma nagyon fárasztó napom volt. Hazajövök, és utána eszembe jutott hirtelen, hogy jaj, nekem dolgom van. Megígértem valakinek, hogy elmegyek és megjavítom a kapujukat, a kapunyító kábelt elvágták véletlenül. Dolgoztak a kertben és az elásott kábelt megtalálták. A hölgy mondta, hogy akkor ki kell ásni az egészet. Nem kell kiásni, mondom, majd szépen össze fogom toldani. Én elmentem, vettem ilyen kis toldó hüvelyt, ami kell hozzá. Előkerestem a szerszámaimat, szépen átmentem, megcsináltuk. Vízmentesen lezártam az egészet, a kábel teljesen jó lett, és rájöttem, hogy nem tudom, hol a műszerem. Nem tudok rámérni, hogy van-e áram, vagy nincs áram, vagy mi van. Ott álltunk, és a kapu nem működött. Mondom, jó, vagy amit csináltam, szedjem szét, és nézzem meg. Mondom, nem, amit csináltam, biztos jó. De máshol kell keresni a gondot. És meg is lett a probléma egyébként. Kiderült, hogy a kapu nem működik. Áram alatt van. Na nézzük, növényi dolgokat kell elpakolni ide. Nem, ide, így, ez az. Tábla korral mintát már sikerült szereznem. És akkor kaja. Kaja.
Ezt ide fogjuk behelyezni. Kaja, gyerekek. Szépen bepakoljuk. Jó, nemes fémet a nemes fémhez. Jó, a szintetikusba tesszük a szintetikus dolgokat. Például ezt, azt mondja, hogy akkor kéne. És még valami lesz majd benne, mi lehet ólom. Mondjuk egyelőre ezt teszem mellé, illetve a kaja mellé beteszem a egyik ilyen első segélycsomagot. Jó. Tehát akkor nézzük meg, hogy mit is akartam csinálni. Na, gyerekek, most vagyok fáradt. Jó, megvan, igen. A táblakorral, mint a kettő rész arany, titán 5. Oké. Okay. Titán 5. Na, jó. Táblakorral, mint a... egy rész 2 arany. Hú, de ez... milyen volt a hang? Arany. Jó, akkor már csak titánt 3-at kell szerezni. Hallani a zenét. Jó. Na, hogy nem titán találunk. Ólom. Ó, táblakorral, mint a baszk, szúzs. Ezek meg itt lebzsődnek körülöttünk. Jó van. Egy olmot azt hiszem sikerült keríteni. Azt hiszem a... ó, ez meg réz. Teher szállító hajót örömmel, és kaptunk titánt. Wow, egy darab ólom. 30 seconds. Ó, kettő ólom kell vele. Ez kár. A szigetre is elugrunk még, és hozunk ebből a jégcsapos akármiből, mert jó kaja, jó víz, meg egyéb. Hol van a bázis? Gletscher bázis. Itt van az orrom előtt, jó van. Valamivel egyébként jobban fut a játék, de még mindig nehezebben megy, mint a rendes Subnautica. Azért nem is próbálom 60 FPS-be tolni. Jó.
Ez az, szépen összeszedünk egy csomó minden. Itt meg tudjuk erősíteni a bázist egyébként. És az lesz a szándékom egyébként, csak kéne még egy ólom. Igen, még egy ólom kéne. Na mindegy. Leszedjük a üveget, jó, van is helyünk. Ja, az miatt a növény miatt nem engedi. Aha. Nem fog összeomlani a épület. És ez rizikós. Nézzük. Oxygen. Nem, 1,8 a szurkolat. 1,8 a burkolati szilárdság, gyerekek. Pont ki van hegyezve, nézzük. Eddig jutottam, de ugyanott tartunk egyébként. Tehát az idegen szeretne egy új testet. Van egy alapbázis. És ehhez magnetit kell. Ehhez meg aranyezős, de chiphez, magnetit kell. Mindenképp magnetit kell. Na nézzük, magnetit. Ugyanis a szkennerre, kamerával oda tudunk menni, ahol van magnetit, és akkor tudunk csinálni magunknak ilyen akármit. Van magnetit egyébként. Ó, van is bizony. Elmegyünk, szerzünk egyet. Onnantól kezdve könnyű dolgunk lesz. Remélem, hogy nem fenn a szigeten. Azt a mocskos mindenit. Júj! Nem, nem ott van, jó van. Nem, nem, jó. Nem megyünk ki. Ez nagyon kellemes. Na nézzük. Hol tudunk találni magnetitet? Ó, meg lesz ez. Valami borzalmas helyen. Ez biztos, hogy borzalmas helyen. Ó, ilyenünk már van. Ó, igen, gondoltam, hogy ott lenn. Szinte biztos voltam benne. Kétszáz méter. Hát ez jó messze van, gyerekek. Viszont a kamera képe sokkal jobb, mint a másik játékban. Nem mosódott el annyira. És hol a drón? Valahol lenk kéne lennie.
Megvan. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Tudjuk jól. Pont itt van fölöttünk. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Isten bizony nem látom, hogy hol ez a kúra magnet itt. Pedig vele szembe állt meg. Azt kéne bámulnia. Na gyerekek, itt fogunk megdöbleni. Hol a magnet itt? Isten bizony nem látom. Na jó. 30 seconds. Menj. Oxigén növény. Megvan. Gyerünk. 30 seconds. Hopsz, ezt megette. 30 seconds. Most már fölmegyünk. Már se nincs. Csinálnak neked új pénzt, testet. Így van, gyerekek. Kajcsi? Úgy gyorsan mozog megint a kamera, úgyhogy szerintem fogok rajta állítani. Most lassan most már vizet is kell szereznünk, úgy veszem észre. Jó. Hát. Meg kéne néznem ezt a szkennert még egyszer. Mert valahogy nem értem, hogy miért nem láttam. Ezért nem láttam. Tényleg rossz irányba néztem. Tehát én itt kerestem, azt hittem, hogy arra néz. Nem, nem ott van, hanem itt. Pont a másik oldalon. Itt. Jó móka. Így csinálom. Így meg lesz. Jó van. Ez teljesen jó buli. Na, aztán el kell menni a szigetre is, hogy legyen cuccosunk. Jó, és...
le kell szkennelniük majd a... Jó, az föl van töltve minden. Hopsz, elfogyott az energia. Éjszaka van, jó. Energia szükséges. Na, jó van gyerekek. Tartunk egy 5 perc szünetet, és akkor utána folytatjuk. Ne szaladjatok sehova. Seconds.
Na, elnézést. Illetőleg van itt nekem valahol jó kis horszukorkám. Ez enyhíteni szokta az erőltett köhögési rohamokat. Elég rendben, jól. Mert eukaliptusz is van benne. Mentol is jó, de ez nem az igazi. Főleg a melegtől jó ráolvadt a papír, úgyhogy tök jó. Most itt boncolgathatom. Jaj. Hát nem baj, egy kis papír sem már gyerekek, tehát... Növényi rostokat is meg tudjuk emészteni. Na. Akkor térjünk vissza gyorsan. Azt mondja, ameddig felraktál, Gergő, abban... Na jó van, gyerekek. Mindig többet akartok, de nem baj az. Az is jelölre néha az ember. Tehát megvan a szkennerünk, valahol itt alattunk. Jó, úgyhogy megpróbálunk még egy merülést letolni. Nem innen jöttem, hanem a másik irányból. Majd a csúnya hangok vannak itt. Az biztos. Ops. 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Megvan. Persze, hogy te hiányoztál ám. Nyakamba? Ó, de jó, bejöttem a barlangba. Na, megvan a magnet így, gyerekek. Tudunk roncsokra vad... Tudunk roncsra vadászni. Azt hiányzik, akkor innen indultunk el, itt mentünk le. Jó. Ó, kifogyott. Welcome aboard, Captain. Warning, emergency power only. Power restored. All primary systems online. Egyről nincs áram, jó. Érdekesen nem fogy az oxigénünk még, úgy mint a szubnautikában. Na, jól vitatkozzatok nyugodtan a különböző gépeken meg egyebeken. Nekem mindegy. Ne szaladj el energia, éjszaka van biztosan. Jaj, el kéne szaladni a szigetre. Milyen úszkálnak itt bent a halak? Tök zsír. Nem működik most a szkenner se. Feleldje meg. Energia kell. Jó, elmegyünk akkor addig a szigetre. Egy kis... És fogdassunk ilyen halat. Egy
párad. Hiszen ezekből van bőven. Ott is úszik. Nem megszökünk. Jövünk ide, felé. Így mi? Így, ahogy nem fáj. Így szépen összeszedjük őket. Csokrával olcsóbb. Kapásból kettő. És lesz vízünk. Dögivel. Ó, állj meg, ne szaladj. Megtelt. Ó, de anyukád az. De jó elkolbászoltam a vázistól. Ez az már kezd nappal lenni, úgyhogy most már jöhetne az energia. Azért is a felszínhez ennyire közel raktam. Nagyon jó. Scanner az, ami leviszi az energiát, gyorsan kikapcsolom. Be van kapcsolva. Ki kell kapcsolni a szkennert. Na végre, emelkedik is az energia egyből. És vízgyártás, gyerekek. 2 deciliter tiszta víz. Teljesen jó. 2 millióért egész háztetőt cserél. Ez az. Azt nem tudom, hogy vajon ez a jégcsap dolog, ez megromlik-e. Illetőleg házon belül lehet építeni vajon. Ez egy érdekes dolog, ki fogom próbálni. Tehát titánt elteszünk 2. Csinálunk egy ilyen vázát. Vannak ilyen belső dolgaink. De nem jó, ebben nem, ez nem az a fajta. Na, fene egye meg, olyan nincsen. Ha mindegy. Jó. Illetőleg most akkor meg tudjuk csinálni a... Mi kell hozzá, réz? Van nálunk. Jó van. Prima. Nem, ez kéne. Magnetit, számítógép, chip. Számítógép chiphez pedig kell táblakorral. Nem. Táblakorral. Rézdrót. Arany, rézvezeték. Jó. Arany. Oké. És megvan az első. Majdnem 2 táblakorral minta. Tehát még egyszer, és megvan az első chipünk. Chip. Na, és akkor mehetünk megcsinálni. Ez az irányító szoba szemmagasságú kijelző. Prima. Magnetit mindenütt, gyerekek. Na nézzük nekem, gyöngyűen nem... Töredéket szkennelj! Jézus anyám, ezt nézzétek! Azt a rohadt! Hú, de durva volt! De durva volt ez! Úristen! Nem semmi. Jó, ne haszoljon a zene akkor.
valahol mindig el kell kezdeni. Elkezdjük az egyik szélén. Folytatjuk a másikon. Bénító puska töredék. És eltűnt. Ez nagyon jó. Tehát nem marad meg. Bénító puska töredék. Wow! Van bénító puskánk. Hordozható jármű készítő. Na végre megvan a hordozható jármű készítő. Vonóágyú. Oké. Ólom. Végre, ólom. Táblakorral minta. Jó, van. Nyomás föl. A kis tolvaj állatkák itt vannak. Ha-ha-ha, Zoli, nagyon vicces vagy. De rossz ez így. Iszonyat mennyiség a töredék. Na, itt van kettő, vagy nem is tudom. De ez okoz gondot a játéknak is, mert kicsit dadog is egyből. Lehet, hogy annyira nem is akarok én lemenni. De vonó ágyú zöredék, jó, megvan. Blueprint 170 méteren járunk. Abban meg eltűnt. Nem semmi. Eltűnt az is. Kimentem a hatókörből, lehet. Aha. És egy meg valahol itt volt. Jó. 150 méterre van a bázis, tehát kimentem a hatókörből. És elvileg akkor újra meg kell, hogy jelenjen. Ez pont elég nekem, hogy visszaérjek. Hát elvileg akkor én tudok csinálni egy ilyet. Jó van, bementünk. Welcome aboard, Captain. Nem. 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 Hát igen. Oké. Okay.
Jó, üveg, kvarc. Kéne növényi kvarc. Üveg. És réz. És kacsi. Jó. Csak el kell mennie. De hogy kell elmenni? Nézzük is, mi kell nekünk a jármű készítőhöz. Titánrút kell, kenőanyag és energiacella. Jó. Azt mondja, van nálam három elem, van szintetikusak között gumink, energiacella megvan. Jó. Mi is kell még? Titánrút, kenőanyag. Szintén a szintetikusnál kenőanyag és titánrút. Ahhoz 10 darab kéne, pont annyi, 11 van. Pont el meg is készül éppen, hogy... Na. Még nem néztem meg, hogy én hogyan tudnám zenét beletenni ebbe. Biztos, hogy lehet egyébként. Vagy ha nem, akkor megoldható. Jaj, nem készített mindent, összetevőket megcsináltam, igen. Jó. Semmi gond. Nem fáradunk. Hát nem a csikóhal mégsem, hanem a teherszállító. És van egy akvárium modulunk. Fejlett kábelkészlet, üveg, ólom, titánrúd. Hát gyűjtenünk kell még titánt, gyerekek. Az biztos. A szkennert leállítjuk. Illetőleg több napelemre van szükség. Nincs titán. Basszus, nincs titán. Homokkő kinövés kell, igen, jól emlékszem. Homokkő kinövés, vagy mészkő kinövés? Na nézzük, geológiai adatok. Kisnálisra van, mészkő kinövés. Titánrész, jó, mészkő kinövés. Mészkő kinövés. Jézusom! Alig van egy pár darab. Jézusom. Hát nem semmi, kicsit másképp működik, mint az előző játékban. Ettől adathalmaztól aztán le is zuhan az FPS egyértelműen. Vannak hőforrások, úgyhogy jó lenne ilyen hőerőművet találni. Ólom is kell majd. Ó, ott valamit látunk. Ebből titán lesz. Prima. Nem, megvan a teljes modul. Ó, anyám, de zuhant az FPS.
gyerekek. Áááá, katasztrófa! Új, Jézusom! Nem szabad arra nézni. El kell fordítani a fejünket. Jó. Arany. Ha már erre úszott szegényke. Oxigén, jó van. Mindjárt adunk neki egy kis oxigént. Meg egy kis hóvihart. Jézusom, na itt ettől lezuhant az FPS-em, gyerekek. Jaj, kicsit túlzásba estek szerintem. Jobb volt az előző részben, ami volt. Oh, szarrá van zuhanva az FPS. Jó van. Jó. Ó, egy kicsit jobb a dolog. Jó. Kicsit elgóvályogtunk szerintem rossz irányba. Sem vissza kéne menni. Száz méter, jó van. Azt hiszem, a közelében vagyunk valami idegen dolognak. Azért jönnek ezek a érdekes effektek. Valószínű. 30 seconds. Megtelt az eszköztár. Oxygen. Na akkor kerítsünk. Egy ilyen hajót magunknak. Kell ugye még egy energia cella hozzá. Nincsen jól optimalizálva, igen. Az jó volt, ahogy csinálták az első részből, csak fokozatosan, apránként adta oda. Az nagyon tetszett. De ez így durva egyébként. Már megint nincs energia, basszus. De ez most jó, mert tulajdonképpen attól függetlenül, hogy nincs energia, egy ekkora helység itt tele van levegővel, tehát nem fogunk rögtön megfulladni. Tehát a levegő az van, energia persze nincs. De a szkennert leállítom, viszont... Jézus anyám, talált egy párat. Viszont már egy ólom fog kelleni. Összetörhető ólom kinövés fog kelleni. Warning, emergency power only. Power restored. All primary systems online. Na de van is arra, hogy egy kukucskáló, azt megfőzzük. Ó, nincs energia, nincs energia. Ó, fenegye meg. Megesszük így. Ez van. Jó, elpakoljuk a nyersanyagot.
Jó, egy arany. Oké, két ezüst. Réz. Oké, kell majd elemet készíteni még. És kvarc. Nem, hanem igen. Jó, egy elemünk van csak, de egy van a töltőbe, és akkor jó. Ez prima. majd gumival létrehozzuk ezt a... Warning, emergency power only. Most kell nekünk... Power restored. All primary systems online. Na nézzük, itt van. Tehát... Fejlett kábelkészletből 5 darab kell, Jézusom, az rengeteg ezüst, gyerekek, meg csíp, őrületes mennyiség. Ez nagyon jó. Azt mondja, hogy fejlesztett kábelkészlet, remek. Ez arany kell, meg számítógép chip. Ugye a számító rengeteg izé, táblakorral minta. Táblakorral minta. Mindjárt hülyet fogunk kapni, figyeljétek meg. Jézusom. Oh, optimalizálatlan nagyon. Júj. Aj, már de unom ezt a halat. Nagyon. Teher szállító hajó, ez titán, egyértelmű. Oké, és... Viszont akkor kell ezüst is. Jó, ez se az volt benne, de nem baj. Ó, a táblakorral mint a kés. A kis kés itt neki. Nem, nem eldobni a kést! Ó, hol van? Az Isten itt neki! Ó, de jó! Baszki! Hát ez hova lett? A gyerekek, ez remek. Bele van bugozva valahol a textúrába, az szinte biztos. Hát, remek. Jó. Csinálunk kell egy másikat. Mehetünk vissza egy másikért. 30 seconds. Ott az ujja a Leviatán a játékba, igen. Viszont mondom, császár Leviatán is van benne. Nem csinál semmi más, csak körbe-körbe megy. Úgy, mint a Subnautikában, amikor mentem a szélén körbe-körbe, és találkoztunk ott ugye egy Leviatánnal, miután már ugye halódott a eredeti, hiszen már meggyógyultunk addigra. Kés kell. Hát nem is kell akkor izé, van minden nálunk, jó. Kés kell, haló. Nem mondod, hogy nincs elég energia? Ó, a szkenner, le kell állítani. Jó. És kell csinálni még napelemet. Ah, kést akartam. Jó. Oké. Na. Akkor napelem kell nekünk, ahhoz kell rész, titán, blabla. Réz. Akkor még abból kettő.
Quarzból is kettő. Ja. Ez az. Reméljük, hogy elég lesz az energiánk. Jó. Nem is marad már semmi. Tehát jól is... Az anyagmennyiséget jól hoztam ki. És így 450 egységnyi energiánk van. Na nézzük el. Van ennyi kvarcunk? Nem, csak egy, jó. Akkor egyet csinálunk csak. És egy réz. Jó. Még egy napelemet felszórunk, gyerekek. Kell az energia. Jól tudom, 75 egység, ugye? Azt hiszem, körülbelül egy napelem. Nem, 25. Baszki, csak 25 egység egy napelem. Ó, hát ez nagyon karcsú. De felraktunk jó sokat. Na, svájci bugylibicska. Nincs jól optimalizálva, igen, ezt néztük már így is. Hát igen, túl sok az az öt fejlett kábelkészlet, bár meg lesz szerintem. Először az olmot összehozzuk, van most már elegendő energiánk. Tehát ezt az összetörhető olmot akkor gyorsan bekeressük. Jaj, mindjárt bajban leszünk. Mondom. Elmegyünk a széle felé, és akkor úgy talán kevésbé fogunk bajba kerülni. Ólom úgy is kell máshoz is, nem csak ehhez. Jó. És még titán természetesen. Erre rezet szedek ki belőle, nagyon jó. Próbálok így úgy forogni akkor, hogy ne mindenfelé. Mert tulajdonképpen ez csak adathalom, de olyan, mint egy dédos támadás lenne. Oly, menj már innen, te! Csúnyaság! Olyan ronda vagy, mint a bűn. Ez az. Na végre, ólom, 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 ólom. Mindenemet egy ólom ér. Na jó, azért mindent nem, de... És titán? Na, ez sem baj egyébként, ha titán van benne. Hiszen rengeteg titánra lesz szükségünk. Hopsza, megvan. Táblakorral. Itt hagytam azt szerintem el a izét. A kést. Igen, itt volt. Ez a pont volt az. Na jó. Ó, van még táblakorral a minta. Prima. És mint látjátok, ahány darab esett le eddig. Ne szopassál már! Jó, hát ezek hülyék. Viszont megszüntették, hogy kén és kristályos kén. És... Oké. Egy... Csak kristályosodott kén van. Tehát ennyi. Próbálok azért nem eltávolodni, mert kimegyünk a körzetből, akkor nem fogjuk látni. Ó, van ám FV-s drop rendesen, főleg ha arra ránézek. Így ha víz fölött vagyunk, akkor nem, ez érdekes. Nem olyannyira erős a dolog.
mennyi homot sikerült találni? 4 darabot, Jézusom, hát ez nagyon karcsú. Fogsz harcolni a Reaperrel? Nem. Én nem harcolok, gyerekek, ez a játék olyan, hogy nem kell harcolni. Direkt. Hogyha harcolni akarunk, akkor ráfaragunk, erre rájöttem. Már rögtön az első adásban. És ha megfigyelitek a második adásban, amit túlélőben csináltam, ott nem harcoltam egyik állattal sem. Nem kell. Eleve így van elkészítve. Nem kell állandóan öltökölni, gyerekek. Mire jó öltökölni? Csak azért öljük meg, mert hogy megöljük? Akkor nem vagyunk jobbak, mint egy mezei gyilkos. Bizony. Na nem mondod, hogy még piánom is kell. Ó, jó van. Wow. Én örülök neki, hogy a játékot végig lehet úgy játszani, hogy nem kell öldökölni. Azért megölünk így is jó pár élőlényt, az egyértelmű. De ugye ezt a túlélés miatt. A túlélésünk érdekében van szükség néhány állat lemészárlására, hogy a bendünkben végezzék. Jó, de nagyon zuhan az FPS, gyerekek. Ó, hogy tele vagyunk. Oj, nem. Jó van. Ó, de szerintem olyan 15 környékére esetett, vagy 12-re az FPS. Körülbelül. Ja, úgy valahogy. Két százalékon van az energia. Mindjárt kifogyunk. Kajálni. Van egy ilyen tápanyagrudunk. Ja, igen, csak el kéne pakolni előbb. Jó, ide. Azért az jó, hogy ilyen 3 darab jön ki ebből a táblakuralból. Az abszolút tetszik. Ez tartósított. Na, most egyelőre jól állunk, de neki kell állnunk majd. De hát, titánba titánt. Azt mondja, van itt nemesfém, ott bemegy az ólom egyelőre. Jó, a részbe rész. A rész a részhez. Hamuhoz. Kvarc a kvarchoz. Jó, és egyet beteszünk ide a pacokba tölteni. Ez üres. Ez 100%. Jó, illetve majd ilyen csokros indának akármiért még kéne találni, úgyhogy le is megyünk érte. Te állandóan újra teremsz, vagy? Nem normális. Kristályosodott, kénen csücsül. Milyen dolog az, kérem? Csinálunk egy pár darab elemet. Hiszen kell még energiacella is nekünk, nem kevésbé. Igen, csak... Jaj, ez a... Na ne már! Fogy már el egyszer az életbe. Jó.
Lassan előbb-utóbb csak elfogynak. Jó, van rezünk, meg kvarcot még azért pár darabot jó lenne találni. Meg-meg? Nem kóstoljuk meg. A főhősnőt nem, nem, nem. Ez most nem az a film. Ez egy másik film. Ez. És tulajdonképpen innentől kezdve teljesen haszontalan számunkra ez a kézi szkenner. Olyan nehéz vele bármit is találni, de valamilyen szinten az jó volt. Tehát nem volt annyira rossz. Érdekes minden esetben. Egy kicsit azért javítanák azon a helyükben, hogy valami irányt mutasson, vagy valami, tehát ugye ne csak csipogjon, hogy tjöp, mint egy rossz LKG. 30 seconds. Na, ha elfogy, akkor... Kén is. A kén nem fogy el, mert a kénak szigeten van rengeteg. Arra van a bázis, Jézusom. Na, még kellene akkor... Nem mondod. Ó, táblakorral. Tehát van rengeteg táblakorral, hál' Istennek. Nem hagytok békén, a fene egyen meg benneteket. Komolyan. Ó, ott kihagytam kettőt, nem baj. Összekaparjuk gyorsan. Holom. Nem ólom. Az is kell. Nem lehet semmit látni. Ez a legrosszabb, hogy semmit se látni. Na most ezzel telik az idő, gyerekek, hogy gyűjtögetni kell, mese nincs. Kő keményen. Nem sok helyünk van, jó. Jó. Ó, mennyivel jobb. Kristályt néznék, hogyha lenne. Egész jól sikerült összehozni a dolgokat. Jó, el is fogyott a kvarc teljes mértékben. Jó, szkennert ki kell kapcsolni. Ez az. Scan ki. Na végre. Hú, és csönd le, gyerekek.
Micsoda csend lett. Az lenne érdekes, hogy vajon tudnánk-e készíteni lesz ágyat, egyszemélyes ágy. Titán kell hozzá, meg rostháló. Nincsen rostálónk. Nem szerzünk mindjárt. Van száraz dokkunk is. Nem. Erre egyébként kíváncsi vagyok. Ezt megcsinálom úgy. Tehát... így. Mi van, ha így rakjuk rá? Ez érdekes, de... érdekes. Így már nem lehet. Jó. Ez érdekes. Viszont ez így lesz most, mert... minden esetre érdekes volt, hogy próbált meg ért. És annyi titán. No, prima. Mm-hmm. 675 a elszigetelő egység. Nem, én ágyat szerettem volna, rostháló kell hozzá. Jó, akkor megyünk rostálóért. Ja, de hát akkor teljesen mindegy, innen is kimehetünk. Mondja, rostháló. Hát most ez egy jó kérdés. Vajon merre? Arra? Inkább arra. Oh, wow. Itt mentem el mellette, vagy 60-szor. Nem most már látni ilyet. Tehát valahol. Ó, folyadékot inni. Például itt is van. Eszköztárunk megtelt intenzíven. Azt mondja, nem a nyaraló óra érve, rosszínű helység a játékban volt. Így van. A több szílú helység, gyerekek, az több célú helység. Bármire lehet használni. 30 seconds. Bármi alatt értem, hogy bármi.
sokkal jobb ez a kis energiamennyiség. Ez az. Tehát akkor gyerünk, csináljunk szövetet. És... és most vagyok ott, hogy mi a franchoz kellett nekem a szövet? Ágyhoz. Hiszen olyan fáradt vagyok, hogy aludni akarok, gyerekek. Ó, prima. Megyünk fel az emeletre. És megágyazunk. Prima. Érdekes, hogy a zene itt fönn is ugyanolyan erősen hallatszik, majdnem mind itt lent. Na, mindjárt föl lesz töltve a holmink. Jó van, gyerekek, innen mindjárt folytatjuk, jó? Megint jön egy 5 perc szünet, aztán jön a további rész.
30 seconds. Úgy látom, a saját szünetemet mindig sikerül lekésnem, gyerekek. De nem baj. Yeah. Na nézzük, mit rogattatok ide. Több szíró, helysi, blablabla. Nem a nyaralóra értem, egyébként fahintós. Ott van kert. Több szíró, helység, jó van, gyerekek. Na szóval, akkor vissza a játékba. És hát csak el fogok szaladni a... Na tényleg a... A rakétás szigetre. Aztán visszajövünk, csinálunk ilyen... Hú, az életerőm is len van eléggé. Enni kell. Na se nincs. Ó, és nem fogtam meg, egyet sem fog. Állj meg, halacska, állj meg, olyan aranyos vagy, jó? Nem. Lefagy. Nekem itt. Miközben próbálom megfogni. Na menjünk. Itt ilyen... Ó, tele vagyunk minden vacakkal. A ríz is van nálam? Ó, van, akkor csinálunk elemet, jó. Több helyünk lesz. Azt hiszem itt találok ebből a növényből, ha minden igaz, vagy nem. Igen, van. Jaj, de jó. Jó, akkor meg is esszük kapásból. Prima. Életerünk is vissza fog nőni. Még azt a kis madarat kéne még leszkennelni. Simán lesz, levertük onnan a falról. Kellene az... A jó anyuk! Mi a jó Isten van? Te ki vagy? A rohadt! Altera's both. I'm not Altera. Don't follow me. Mi van? Azt a rohadt gyerekek! A kurva élet! Na ez igen. De durva, vihar.
Na ez nem semmi volt. Ezzel még nem találkoztam. Jó, azt megfőztük, ezt megsütöttük, ezt hazavittük. Hiszen kettő elemet tudunk csinálni, vagy hármat? Nem tudom, mindjárt kiderül. Hármat, jó. Már is van több helyünk. Na nézzük. Igen. A mindenit. Ez nem semmi volt, gyerekek. Ez nem semmi volt. Egy kaja. Ó, kávéfőző. Ne kövessem, azt mondta. Ne kövessem. Dehogy nem, simán követni fogjuk. És leugrott, csak úgy leugrott. Nem semmi. Raktam ide valamit? Nem. Jó. Jó, kajánk van, életelünk is szép lassan kezd visszanövegetni. Meg fog romlani ez a kaja, ez a baj. Tudod ki ő? Tudod ki ő? Nem tudom ki ő, de mindjárt megnézzük majd a... a adatot. Na nézzük. Érdekes, ez itt nem maradt ennek nyoma. De ezt most ha végigpörgetem, zavaró, hogy állandóan ezt nem mentett el ide. Tehát tulajdonképpen még nem a játék része. Azt mondja, jó, geológiai adatok, magnetit, ez fontos lesz, kristályosodatként szintén kell majd, feladatok lista. Aha, lefordítása, kész kutatási minták felküldése, heti helyzetjelentés, lépegető polírozása. Jézusom, geológiai adatokkal kapcsolatos bejegyzés. Serpenc alatt feltárható. Zero kutatóbázis. Jó. Fél. Jó. Kutatói jegyzet. Teherhajó. Jó. Hát ezért vannak itt roncsok, tehát az a PDA megmagyarázza, hogy miért van tele az egész környék roncsokkal. Zero kutatási terület, ismeretlen eredetű idegen lény. 100 éve ég alatt fekszik. Szerintem régebb óta. Lehet akár régebb óta is. Azt mondja, hogy nézzük. Na, azt mondja, hogy eszközök, felrajzok, blabla. Kódok és nyomok, tájékoztató. Ez az eleje még mindig. Aha.
Belerakta az ágyába. Profil. Jó. Ez érdekes, nincs róla semmi bejegyzés. Lépegető polírozása így. Nem tudom ki ő, egyszerűen fogalmam nincs. De ne kövessük, az a lényeg. De, na, náhogy követjük. Egyértelmű, hogy követjük. Tartósított bumeránkkal főtt. Hát már kezd megromlani. Úgyhogy megittuk. Ó, persze, most jön a nyakamba ez a valami. Milyen heat fruit. Érdekes. Van még belőle. Érdekes minden esetre. Ó, itt is vannak pingvinek. Hello, pingvin! Kicsit még kolbászolgatunk itt, körbe-körbe. Egyszer bejárat. Igen, ez visszakanyarodik ide. És itt voltunk, és ott van benn gyémánt, ahova csak majd a... ez a... milyen pingling vagy micsoda fér be. Ez a spy pingling. Csak kell ez a francos hajó, a fene engye meg. Jó, visszamegyünk a bázisra. Mese nincs. Ha innen ugrunk, szerintem keményre esünk. Innen ebbe mehetünk a vízbe, 270, közel van a bázisunk. De úgyis tele van, jó, de visszajövünk még. Tele van a hócipőm, intenzíven. Enyhén meglepő dolog volt ez a robot egyébként, a lépegetővel, hogy így ránk tört. Jó, éjszaka van, úgyhogy... szerintem... Welcome aboard, Captain. Alszunk egyet, csicsika van. Jó van. Tényleg kéne még építeni egy ilyen... Ó, nincsen meg az az irányító szoba még. Nincsen meg. Na jó, kezdjük el készíteni a elemeket. Ajajaj. Prima.
Na, tegyük be a kajába, szerintem ez nem fog tönkre menni. Hőgyümölcs, hőgyümölcs, de érdekes. Ha, heat. Van még olmunk a nemes fémekhez. Ups, tele van. Ja, ezt innen kivesszük, meg ezt is, meg fölösleges, meg a só minek van itt. Jó, azt mondja így. Jó. A sót a kajához teszem, mert úgyis ott kell majd maximum. Jó, a elektromoshoz teszem a, ezt a kütyüt. A kaját is kirakhattam volna. Tényleg. Kajcsi kitéve, vizet vissza. Egyet, illetőleg egy ilyen vackot. Oké, és fullon vagyunk. Tényleg tudunk gyártani ilyen, nem, ilyen hírpak készítő akármit, azt nem. Viszont még mennyi titán van, van nálunk titán. Szépen. A kén, ha jól emlékszem, itt hátul van. Jó, kvarcot a kvarcban. Úgyse sok van. És akkor van a szintetikus dolgok. Ezt ide. Jó. Csinálunk egy energia... Pont ez kellett, igen, egy energiacellát. Ezt előre elkészítjük. Energiacella. Illetőleg, mielőtt elfelejtem, mentünk. Na, hogy pórul járjak. Lehet, hogy csak az a csalogató a gyémánt egyébként, és más is lesz bent, tehát még előfordulhat az is. Tehát akármi lehet még benne. Na jó, tehát egyszerre csinálunk egy titánrudat, mert az kell. Azt mondja, hogy titánrút kell, üveg 2, ólom 3. Tehát üveg 2, egy már van. Jó, üveget vissza. Titánt a titánba. És akkor kell 5 darab fejlesztett kábelkészlet. Ahhoz viszont ez is kell nekünk majd sok. Ez csak 3 darab még. Ez az. 3 darab. Hát még 2 kell hozzá mindenképp. Akkor kell hozzá chip. Minden chiphez 1, 2. Ez csak 4 darab. Azt mondja... Hala, a francban van a chip. Megvan. Feltáblak, arany. 4 darabunk van, akkor 4 arany, és részvezetékből is 4 darab kell. Jó. Azt mondja, 4 arany. Részvezetékből 8. Oké, akkor csinálunk 4 darab vezetéket. És akkor már nem olyan túl sok minden kell hozzá. Egyértelmű. Jó, chip. Ezt szépen elpakoljuk. Jó, meg ezt is, a energiacellát. És
akkor ennyi van, hogy megyünk szépen. A sziget környékén gyönyörűen összeszedjük a cuccokat. Gletscherbázis, na jó. Arany kell nekünk most inkább. Hely, kis aranyom, hol vagy? Mennyi hang van itt az egész játékban? Milyen érdekes. Inkább több kéne. Szépen összeszedjük majd a dolgokat, az biztos. Ezzel nem is lesz hiba. Érdekes, a térképmódot is beraktam a játékba, de nem működik. Újra telepítettem az egészet, de sajnos nem működik, pedig most jó lenne, ha lenne térképünk egyébként. Hát azért az határozottan kellene. Van nekünk szkennerünk tényleg, tehát... Na jó, használjuk is. Ez itt van. Arany, megvan. Ez itt volt amúgy is. Jó, 9 másodperc. Új, fent kezd éjszaka lenni megint. Ez érdekes. Ups, lítium. Ezüstre inkább jobban szükségünk van. Megvan. Hát így gyerekek, teljesen jó el lehet formulgatni, ez egyértelmű. Jó, őrületesen. Hát ebben nem volt az üst. Ebben már igen. De nem akkor élezni, mikor már látom, hanem... Ha lehet, akkor előtte jó. Tehát... Jó, sem meg lesz. Az 5 darab kábelkészlet, arany viszont kellene még, mindenféleképp.
Érdekes világít ez a növény. Megint a levegő. Állunk, ez a levegő, gyerekek. Köszönöm szépen a lootot. Hol a macska? Hát ha meg lesz a Spy Pingling, na meg fogom nézni, az biztos. Tehát úgyis kíváncsi vagyok rá. Szépen is nyugodtan. Valahol itt van a közelben még egy másik. Viszont ellenben, ha megharagszotok is, de ez van, olyan fáradt vagyok, gyerekek, hogy mindjárt rábukok a monitorra. Úgyhogy most csinálunk egy mentést. És holnap este, ha remélem sikerül egy kicsit előbb elkezdeni, akkor kicsit többet tudunk játszani. Holnap este fogom folytatni. És nektek nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy eljöttetek, itt voltatok, néztétek. Úgyhogy holnap folytatjuk, további kellemes jó éjszakát kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!